A keresztény adventista egyház szervezésében gyermeknapot tartottak április 20-án Torontálvásárhelyen. A rendezvényt Steván Mircsette, adventista lelkész nyitotta meg házigazdaként és főszervezőként. A program részleteiről, céljáról Györfi Tündét, a keresztény adventista egyház tagját kérdeztük. Mi ezt már most harmadik éve gyerekösszejövetelt szervezünk. Először is itt a délbánáti gyerekeknek, akik az egyházunkban vannak, és azon kívül is bárki, aki akar. Vannak, akik jönnek, akik nem az egyházunk tagjai. És egy ilyet, hogy mivel kevesen vagyunk, meg kevés a foglalkozás is, így hogy egy kicsit tudjunk összefogni, meg gyerekeknek is legyen egy kis szórakozásuk. Tehát itt főleg énekarok, kórusok lépnek fel, szerb nyelven, magyar nyelven is elhangzanak majd? A mai napon szerb nyelven lesznek csak, mivel akiknek magyar nyelven kellett, ők sajnos nem tudtak eljönni. Meg lesznek zeneszámok, külön csak hangszerekkel, és más még ilyen érdekes kis mesék lesznek a gyerekek számára. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek a programra. Benjamin, te tavaly is részt vettél ezen a szép gyermeknapon, most mivel készültél? Hát, kürte, akarok valamit majd elzenélni, meg majd az énekeket is fogom zenélni. Mikor kezdtetek felkészülni, gyakorolni? Hát, egy hónapja. Ez azt jelenti, hogy zeneiskolába is jársz? Igen. Tehát számodra sokat jelent az, hogy hangszeren is tudjál zenélni? Nagyon sokat. Nehéz a kürtön zenélni? Nem, nagyon könnyű. Aki tud. Tehát ajánlod a többieknek és a barátoknak, gyerekeknek, akiket esetleg vonz ez a hangszer. Mire kell, hogy odafigyeljenek? Hát minden nap csak kell gyakorolni, és akkor, mert hogy mindig úgy játszani le, hogy a tanárnő mondja, akkor az szép lesz. És ez a mai nap miért fontos számodra? Nyilván itt találkozol a barátokkal és barátnőkkel. Hát, hogy bírjunk egy kicsit barátkozni, meg a mindenki, aki itt van. Szeretök együtt lenni a mindenkivel, akik itt vannak. Te is ünneplőbe öltöztél, ma mit jelent számodra ez a mai nap? Én nekem ez a mai nap azt jelenti, hogy sok gyerekkel találkozhatok, és régi barátaimmal is találkozhatok, és együtt bírjuk az Istent dicsőíteni. És te mivel készültél a mai napra? Tehát mivel lépsz fel ezen a szép programon? Én legelőször, én meg még Emma fogjuk vezetni az egész órát, és mellette még zenélni is fogok. Milyen hangszeren? Kürtön. Ez azt jelenti, hogy zeneiskolába is jársz. Hova és mióta foglalkozol zenével? Én 5 éve foglalkozok zenével. Pancsovára járok iskolába, és nagyon szeretek zenélni. Versenyen is részt vettél? Nem is egyen. A legutóbbi milyen eredményt értél? Első helyet 97 ponttal. Ez igen, nagyon szép eredmény. Minden évben van egy ilyen gyerekszábor, és mi gyerekek nagyon örülünk, és ez a nap nekem jelenti, hogy persze dicsőítjük az Istent, és hogy bírjuk látni a mi régi barátunkat, és hogy együtt dicsőítjük. Én fogom vezetni a programot együtt Émivel, és én meg mások is pár szót fogunk énekelni. Tervek vannak a következő időszakra is. Amit még szoktunk szervezni, ez nyáron ilyen nyári táborszerűség, ami egy hétig szokott tartani, és ez is tervben van. Pontos adatokat még mindig nem tudunk, de tervben van, hogy idén nyáron ez is lesz. Vidám gyermeknapot tölthetett együtt minden érdeklődő, aki eljött a gyermeknapra. Szerintem ez nagyon fontos az ő számukra, hogy még nőnek föl, minél több barátra tudjanak szert tenni, és az is, hogy együtt legyenek, egy szép napjuk legyen, meg emlékek később, mikor fölnőnek, legyen nekik egy emlék. Közös imádsággal kezdődött és fejeződött a gyermekprogram.
Jézus!